Azt hiszed, hogy egy olcsó állvánnyal megúszhatod, hogy nincsen szükséged egy dedikált videós állványra? Egyrészt ez nagyon aranyos, de igazából nem is lehetne messzebb az igazságtól. Egy olyan szériát szeretnék elkezdeni itt a csatornámon, ahol a legalul értékeltebb kamera kiegészítőkről beszélünk, és sajnos egy jó minőségi állvány és az ahhoz tartozó fluid head ide tartozik. Hidd el, lesz egy olyan pont a karrieredben, ha már nem is érted el eddig, vagy lehet, hogy igen, ahol azt fogod érezni, hogy az állvány limitálja a kreatív alkotásodat, hogy nem tudsz olyan pontos, különböző mozgásokat stabilan megcsinálni. Hadd mondjam el az én történetemet, és hogy milyen hibákat csináltam, és hogy került a kezembe ez a nagyon király Benrós videó állvány a Fluid Head-del. Ha nem tudod, hogy mi az a Fluid Head, semmi gond nincsen, el fogom mondani, hogy mi ez, hogy kell helyesen használni, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig a videót, mert mindent is átbeszélünk, megosztok tippeket, trükköket, de először jöjjön az intro. Nagyon sokféle videós állványt lehet választani, és ritka az, amikor egy monopol helyzetből ennyi opciónk van, de most pont ebbe a helyzetbe vagyunk, úgyhogy beszéljük át, hogy miért is kéne neked egy videós állvány. Hát, hogyha videókat csinálsz, és nagyon pontos különböző mozgásokat szeretnél, akkor szükséged van rá. De milyen mozgás? Panning, tilting, forgatás, akár együtt a kettőt, vagy úgy, hogy lokkolod az axisokat, és csak egyedül egyet. Egy profi szintű videós állvány a Fluid Head-del pontosan azt engedi meg, hogy a megfelelő pozícióba legyél, és a Fluid Head-nek köszönhetően még apró módosításokat is el tudsz végezni. Meg fogom mondani, hogy én milyen forgásokat szeretek, de először beszéljük át azt, hogy mire kell odafigyelned akkor, amikor egy ilyen állványt választasz. Amit nem szabad, hogy egy olcsó műanyag állványt válasz, vagy olyan feje legyen, ami csak egy gömbfej, vagy egy háromaxisos, és nem tudod jól, stabilan rögzíteni. Na, de beszéljük át, hogy mik a fontos funkciók, és először a Fluid Head-nél, amit ugye ráraksz, fontos, hogy külön lehessen minden egyes axist beállítani, és lokkolni is akár. Kell, hogy egy megbízható olyan fogó legyen rajta, amivel amikor a mozgásokat csinálod, akkor azok megfelelőek tudjanak lenni, és az a talp, amivel odailleszted a kamerádat, az mondjuk legyen egy akraszvisszes. Fontos az is, hogy legyen egy rezisztanciája, tehát mondjuk meg tudod azt csinálni, hogy fölfele tilteled, és utána, ha elengeded, visszaáll a középső olyan részébe, amiben te szeretnéd, hogy legyen, mert előre setupoltad. Legyenek különböző finom hangolások arra is, hogy mennyire tudod ezt erősen, vagy lassan, vagy gyorsan mehessen, és az is nagyon jó, hogyha már a Fluid Head-nél vagyunk, mert ugye ez még mozgatható, mint olyan, mintha az alján lenne egy ball head, egy ugye egy kis kerek dolog, de ha erről le lehet szerelni, akkor egy sima egynegyedes csatlakozóval bármilyen más eszközhöz is hozzá tudjuk rakni, mint például hogyha az állványt simán használjuk arra, hogy a slidert rakjuk rá, akkor a sliderre tudjuk külön ezt a fejet, a videós fejet rászerelni, és akkor tudjuk használni a slideren is külön. Most beszéljünk az állványról magáról. Fontos, hogy könnyű legyen, de mégis elég nehéz ahhoz, hogy a te kamera eszközödet tudja tartani és stabil legyen. Szerintem nagyon jó, hogyha fordítva hajtható össze, mert így sokkal könnyebb magaddal hordozni, könnyen lehessen alakítani és beállítani a különböző lábakat. A Benro esetében nagyon szeretem, hogy ahogy kihúzom azt, hogy mondjuk az eredeti állapotról lehajtom a lábakat, már ott nem kell folyamatosan tartanom, mint más márkák esetében, vagy nem kibe kell hajtogatni, hanem kihúzom, úgy marad, berakom abba a pozícióba, amiben szeretném, és kész. Ez is egy ilyen kis extra kényelmi funkció. A középső oszlopnál az is fontos, hogy fordítva is berakhatjuk, így akár azt a nagyon alacsony vagy makró felvételekre is könnyen tudjuk használni, sőt, az egy extra funkció, hogyha mondjuk ki tudjuk ezt venni, és valamelyik lábbal mondjuk egy monopoddá tudjuk alakítani, és az is fontos, hogy mindent lehessen össze-vissza kombinálni, legyenek rajta egynegyedes vagy rozetta csatlakozók, mert így bármilyen más kiegészítővel is, jibbel, sliderrel, monitor vagy mikrofontartóval tudjuk használni.
Na, de beszéljük át azt, hogy én milyen állványt ajánlok neked, és mit tudsz vele csinálni. A Benrónak van az A3883-as alumínium videó állványa az S6 Pro Fluid Head-del, ami egy nagyon kompakt, utazós állvány, de monopoddá is lehet alakítani, a Fluid Head-et pedig az alapjának köszönhetően amúgy más eszközökre is rá tudod rakni, mint például sliderekre, jibekre, ahogy mondtam. Konkrétan ez az állvány amúgy 6 kg-ot bír el, és 4 kg nehéz. A legalacsonyabb pozíciója 34, a legmagasabb pedig 183 centi, ami amúgy az én magasságom. A garanciája 10 év, és az egyik kedvenc ilyen kis meglepetés benne, ami ért, hogy van rajta egy LED gomb, amit ha benyomunk, akkor megnézhetjük, hogy milyen a szintkülönbség és hogy áll. Ez is annyira aranyos. A másik nagyon jó dolog, amit szeretek benne, az maga a táska, amiben van. Még sosem láttam egy ennyire jó minőségű videós állványt. Jó, vastag, ki van tömve, még van benne egy raktapasz, egy tépőzár arra, hogy külön rögzítsük, oldalt kis zsebek különböző kiegészítőknek. Egyszerűen fantasztikus a maga a tartója és a táskája is az állványnak. Na beszéljük át a Fluid Head-et, ugye az S6 Pro. Folyamatos pen és tilt dragje van, és amúgy külön-külön lehet az axisokat, ahogy mondtam, bekapcsolni vagy kikapcsolni, és amúgy óriási a range, amin keresztül elmegy, lehet akár teljesen felmenni, vagy lefele, balra, jobbra, 360 fokba, és amúgy az egész alumínium, illetve nagyon könnyű fémszerkezetes, egy rozette csatlakozóval, vagy rozetta, hogyha úgy tetszik, lehet a kis kezelő kart hozzáilleszteni, és maga, ami van hozzá, a talp, amihez ugye rögzíthetjük a kamerát, azt is be lehet állítani, hogy pontosan megfelelő balansz legyen, és van benne egy kis lokkoló rész is, tehát nem fog kicsúszni. Tudnék még többet mesélni az állványról? Persze, tudnék, és amúgy hogy tetszik jó barátokból a Chandler impresszióm, de úgy gondolom, hogy elég sok mindent mondtam arról, hogy miért fontos ez, és remélem átjött, hogy nem szabad egy olcsóbb alternatívát választani. Akárhogy is. Vannak nyilván sokkal drágább opciók is, egy tradicionális videós állvány akár 1 millió forint felett is kerülhet, de ezt azért szeretném így átadni neked, mert ebből láthatod, hogy mondjuk egy 10-20-30 ezer forintos állványtól nem várhatod ugyanazt a teljesítményt. És hogyha több százezer vagy millió forintot elköltesz a videós eszközparkodra, akkor ne az állványon próbálj meg spórolni, hanem találd meg a legjobb árérték arányt. Mit gondolsz te amúgy, milyen állványt használsz most, és van mondjuk egy ilyen álomállványod? Lehet, hogy ezután a videó után van. Kérlek, mondd el, folytassuk a like-gomb alatt, amit amúgy kérlek, nyomjál be a komment szekcióba, ha van bármi kérdésed, vagy oszd meg, hogy te milyen állványt használsz, és hogyha most találkoztunk először, akár a feliratkozás gombra és a csengőre is rányomhatnál, láthattad, hogy ilyen típusú videó, tech review-kat csinálok, de tippek, trükköket is megosztok ezzel kapcsolatban, de nem csak ez az egy formátum, hanem elviszlek magammal konkrétan forgatásokra is, ahol ilyen vlogos stílusba, behind the scenes megmutatom, mit hogy találok ki, hogy filmezek le, hogy editálom, kolorkorrekció, színkorrekció, hangeffektek és a többi. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha még itt vagy, és remélem, hogy a következőben találkozunk. Szia! Sziasztok!